A sokak által ismert pénztárgép hangja jót jelent, hiszen ilyenkor a kereskedő nyugtával igazolja, hogy a vásárló mit és mekkora értékben vásárolt. Többek között ezt is ellenőrzik a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Az érintettek tájékozódhatnak arról, hol vizsgálódnak a revizorok. A hivatal Adótrafipax elnevezéssel ugyanis minden héten közzéteszi ellenőrzési programját. Ezen a héten például Mohácson ellenőrzik a kollégák a vendéglátó helyeket. Elsősorban a nyugtaadást, a számlaadást fogják figyelni, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét és az online pénztárgépeknek a használatát. Erre különösen azért kell odafigyelni a vendéglátósoknak, hiszen az online pénztárgépek adataiból a hivatalban a kollégák elemzéseket tudnak készíteni. Ezen adatok alapján olyan következtetéseket vonnak le, melyek segítségével kiszűrhetik a kockázatos adózókat, és célirányosan végezhetnek ellenőrzéseket. A mohácsi akciónap végén kiderült, a vizsgált esetek negyedében történt mulasztás. Jellemző hiba a termékek és szolgáltatások áfa kulcsának téves használata. Viszont a nyugtaadás és a foglalkoztatás terén nem találtak hiányosságot a revizorok. Július 3-áig egyébként még Sikróson a Strand büféiben és Pécsen az a boltokban is megjelennek a hivatal munkatársai. Baranya megye építkezésein pedig bármely napon vizsgálódhatnak a szakemberek, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik.